Na ez egy érdekes üzenet, amit kaptam. Hello, volt egy MZ250/1-esen fiatal koromban, imádtam. Kijöttem Észak-Írországba 20 évvel ezelőtt. Lehetőségem lett, hogy olyan motorokra tegyek szert, amit otthon nem. Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha, eladtam mindet egy autóbaleset miatt. Félek vezetni, de kurvára hiányzik a motor. Szerintem veszek megint egyet, nem bírom ki motor nélkül, bírom a dumádat. Ez ilyen. Én azt gondolom, a motorozás ez egy ilyen bicikli, hogyha valaki már egy évet, kettő évet motorozott az életében, és nem csak nem a fél életét aztán kihagyta, akkor marha nehéz azt megállni, hogy megy egy motor az utcán, ne fordítsd utána a fejed, vagy ne olvasgassál motoros fórumokat, motoros híreket, ne nézzél motorversenyt, vagy ne akarjál motoros közösséghez tartozni. Én is abba hagytam kb. Nagyjából azt mondom, hogy ahhoz képest, amennyit motoroztam, majdnem 5 éven keresztül szinte alig ültem motoron. Tehát úgy, hogy az időmnek a nagyon-nagyon 1-2 napot ültem motoron 5 év alatt, és utána azt gondoltam egyébként, hogy biztos, hogy lezajlott az életemben a motoros korszakom, és valamiért én ezt így nem is azt meguntam, csak egyszerűen elég volt, és telítődtem vele, és más dolgokra vágytam. Aztán egyszer csak megint előjött, valamilyen feeling előjön mindenkiből. Mindegy az, hogy most a sebességérzetet hiányzik, vagy a bandázás hiányzik, vagy bármilyen része a motorozásnak, vagy a motoros élethez tartozik, azért mindent kitörölni lehetetlen, nem lehet. Tehát előbb-utóbb azt gondolom, hogy főleg amikor látjátok, biztos vagyok benne, hogy amikor az utcán mentek, megálltok parkolni, és jönnek az idősebb bácsikák. Amikor nekem a Pannonián volt sztori van, kikophatatlan, hát sose fogja elfelejteni, és a mai napig vágyik rá, lehet, hogy fizikailag vagy anyagilag nem teheti meg már bizonyos kor fölött, hogy mondjuk motorozzon, de most már azért, ha megnézed, egyre többen motoroznak egyre idősebb korban, mert szerencsére a anyagi lehetőségek mások lettek már, mint sok 10 évvel ezelőtt, meg a motorok is mások lettek, már elérhetőbbek, stb. Úgyhogy én azt tudom mondani mindenkinek, hogy ha bármi miatt abba hagyta a motorozást, valaki kényszer miatt, mert házat épül, család, nem engedi az asszony, gyerekek vannak, nem akarok meghalni, stb. Előbb-utóbb úgy is vissza fog térni valamilyen szinten a motorozás az életébe. Vagy bandázás, vagy motorversenynézés, vagy motorozás, kitörőhetetlen. Úgyhogy mindenki jól gondolja meg, aki nem motorozik, hogy elkezd-e motorozni. Mert ez rosszabb, mint a drog. Ez drágább. ez nincs az a, minek hívják ezeket a helyeket, ahol a drogosokat leszoktatják? Szanatóriumok. Itt nem szoktatnak le, bazd meg. Itt ez addig tart, amíg nem szarsz, húgyozol az ágyba, de még lehet, hogy akkor is. Ez van, ilyen ez a popszakma. De az biztos, hogy aki egyszer elkezdett motorozni, az onnantól kezdve az élete, az kapott egy olyan pluszt, ami sok minden nem tud megadni. Nem hiába vagyunk ennyien, meg nem hiába húzzuk több 10 éven keresztül a gázt, úgy gondolom.